Tegnap óta ugye tudjuk, hogy Szlovénia felé veszi az irányt a Videoton. Egy pár szóban mi az ügyvezető véleménye a sorsolás eredményéről? Egy jó európai közép klubot kaptunk, hiszen a Maribor Jugoszlávia felbomlása óta mindig a szlovéniai bajnokság érvonalban játszik. Több hétszer, azt hiszem hétszer talán a bajnokságot is megnyerték. Ez alatt az idő alatt játszottak, hogy 50-60 UEFA Kupa, Európa Liga bajnokok ligája, vagy kupa győztesek Európa kupája mérkőzést, és egyszer bejutottak a bajnok csapatok, a bajnokok ligájának a csoport küzdelmeibe, és nem is szerepeltek eredménytelenül. Tehát egy nemzetközi rút, komoly nemzetközi rutinnal rendelkező csapat, a Szlovéniának, annak a Szlovéniának, aki az elmúlt 10 éve kétszer szerepelt a világbajnokságon. Azt gondolom abból a szempontból is örömteli, ugye, hogy Mezei doktor elmondta, hogy nagyjából két egyenlő csapat csatája várható majd, de egy szomszédos országról van szó, ugye nem kell mondjuk keletre utazni, tehát várhatóan sok szurkoló is elkísérheti majd a csapatot. Igen, úgy gondolom én is, hogy két közel azonos képességű csapat fog játszani, ami azt jelenti, hogy nagyon jó mérkőzéseket fogunk játszani. Költségoldalról természetesen ez egy olcsó forduló, ha így tetszik, hiszen autóbusszal mehet a csapat, nem kell sok milliót elkölteni hosszabb utazásokra, de mi a legfontosabb az, hogy a szurkolóink velünk tudnak jönni. Nagyon bízom benne, hogy legalább 500 nézőnk lesz Mariborban is. Mit lehet tudni az Európa Ligának a közvetítési jogairól? Ezzel a klub rendelkezik? Ezen most dolgozunk, mert nem teljesen tisztázott a kérdés. Ugye zajlik jelen pillanatban a világbajnokság, az el is hangzott, hogy két játékos a Mariborból ott van Szlovénia keretében. Jelen pillanatban mit tudnak a többiekről, mennyire erős a kerete a szlovén csapatnak? Hát a feltérképezés az most fog elindulni, de a klub eredményei magukért beszélnek, tehát biztos, hogy egy jó keret és egy erős kerete van a csapatban. Ugye holnap indul a csapat Ausztriába edzőtáborozni. Milyen szempontok alapján esett a választás a szomszédos országra? Nem, ez már nem az első alkalom. A nyári edzőtáborozás sok során úgy tűnik, hogy Ausztria ilyen európai központtá vált. Erre felkészültek szálláshelyekkel, pályákkal. Egyre több csapat megy oda, és azért is megy szívesen a csapatok, mert könnyű ellenfelet találni. Tehát hiába próbálnánk mi itt hasonlót kialakítani, évek kellenek ahhoz, hogy annyi csapat menjen oda, hogy eleve automatikus legyen, hogy biztos, hogy tudunk játszani 5-6 nemzetközi. Ugyanez igaz Törökországra a téli időszakban. Több száz csapat edzőtáborozott, Ausztriában is úgy tudom, hogy tavaly is vagy 150-200 csapat szervezte az edzőtáborát. A legnagyobb csapatok is, hogy át tudjuk az Arsenal is azért át Szombathelyre játszani. Tehát nagyon kiváló hely, nagyon felkészültek erre, és a csapatok is megtalálják a szakmai számításaikat. Ugye zajlik jelen pillanatban közben a labdarúgó világbajnokság, esetleg az utolsó mérkőzéseken elképzelhető, hogy már a helyszínen fog megtekinteni egy-két mérkőzés? Nem, én nem megyek ki a világbajnokságra, itthon a televízión keresztül. Van esetleg kedvence a mezőnyből, akinek szurkol? A brazilokat mindig nagyon szerettem, természetesen most is. De számomra a legkellemesebb meglepetés a német válogatott. Még akkor is, hogyha kikaptak Szerbiától, akkor is olyan játékot látok tőlük, ami a legszebb reményekre jogosít. Ez nem biztos, hogy világbajnoki címet jelent, de egy rendkívül jól felépített játékot játszanak, és meglepően kreatívat. Lehet esetleg reális esély arra, hogy a VB-n föltűnő játékosok közül valakit a Fehérvárra csábítsanak? Magyarországra szerintem nem nagyon lehet ilyen szintről játékosokat hozni. Bízom benne, hogy egy 3-4 év múlva igen.